Én is hippinek éreztem magam az általános iskola végén és a gimnázium elején, és emlékszem, hogy én is úgy akartam öltözködni, ahogy ő, meg mindig szerettem úgy üvöltözve énekelni otthon a szobában, mint ő. Nekem az első nagy ilyen zenei szerelmem az Janis Joplin, a hangja miatt, a kisugárzása miatt, és talán így utólag azért is, mert nőként tudott felemelkedni így a hippi korszakban, és nagyon én is hippinek éreztem magam az általános iskola végén és a gimnázium elején, és emlékszem, hogy én is úgy akartam öltözködni, ahogy ő, meg mindig szerettem úgy üvöltözve énekelni otthon a szobában, mint ő. Úgyhogy igazából nekem abból álltak akkoriban a napjaim, hogy hazamentem suli után, bezártam az ajtót, nem engedtem be senkit a családból, és hallgattam a Janis Joplint, és üvöltöztem rá otthon, és ebből lett igazából az, hogy utána a rockzenekarban énekeltem, és az, ami most vagyok. Úgyhogy ez az őserő, ami engem nagyon megfogott, és a mai napig meghatároz, és amit keresek, ez az ilyen pure őserő, ami így áramlik a nőből, és az az ilyen rekedt karcosság, hogy az embernek az élete az ott van a hangjában. Igazából, ez szerintem, talán nem tudom, hogy mondtam-e már, de a Ruzsa Magdi miatt is kerestem rá Janis Joplinnak más számaira, mert akkor ment a Megasztárban, és ugye ő énekelt egy Janis Joplin feldolgozást, és én már akkor így benne voltam ebbe a Janis Joplin lázba, de ő miatta is hallgattam meg még több Janis Joplin dalt, és utána így teljesen beleszerettem az összes szerzeménybe, és sajnos ugye ő elég korán meghalt, ugye 27-esek klubja, és emlékszem, hogy még ez ilyen vagányságnak számított nálam, hogy én azt akartam, hogy én is 27 évesen koromig éljek, hogy addig alkossak annyit, amennyit ő, és hogy utána így emelt fővel távozhassak. Nyilván nem szeretnék olyan életvitelt folytatni, mint ő, de voltak meg akkor ilyen gondolataim. Igazából pont ugye a Greatest Hits lemez van most itt előttünk, és ennek a borítóján motoron feszít Janis. Nálunk az apukám ő nagy motoros, a most apukámnak is van motorja, úgyhogy ez az életérzés egyébként hozzám tök közel áll, meg én is szeretek így szágoldozni, meg szeretem, hogyha egy lobog a hajam, meg így nézhetek ki, mint ő. Igazából más kötődésem nagyon nincs hozzá, ez az életérzés, ez közel áll hozzám, és szeretem ezt a felszabadultságot, meg azt, hogy ő igazából bármit megteltett, és hogy így tojt a világra magasról, és nem érdekelte, hogy mondjuk hogy néz ki, vagy hogy jelenik meg, hanem tényleg csak így adott az embereknek, és énekelt. Nagyon, egyébként vannak ilyen elemzések a hangjáról, hogy neki nem volt egészséges a hangszalagja, tehát egy beteg volt, van is egy ilyen tudós, zenetudós kritikus, aki elemezte a hangját, ugye egy ilyen programban is szétszette részecskeire, és ott meg lehetett állapítani, hogy ez nem volt egészséges, hogy ő kipeszte a hangját, de hát ettől volt zseniális, úgyhogy én is erre gyúrok egyébként, mert én a legelején nem szerettem a hangszínemet, ahogy énekeltem a Margaretbe, és így hajtok arra felé, amerre ő is, azért így mindent megteszek, hogy egyszer úgy énekelsek, mint ő. Hát ugye ő is több zenésztársával együtt szerzett zenét, viszont nála nagyobb volt az a szabadság, hogy ő effektíve azt írta le, ami történt vele, vagy amit megtapasztalt, és körülbelül így azonnal. Én őnála azért sokkal tudatosabb vagyok, meg túl gondolósabb, főleg zeneszerzés tekintetében, úgyhogy ezen is nagyon sokat gondolkozom egyébként mostanában, hogy nagyon jó lenne új dalokat kiadni, hogy amit egyből megérsz, azt a fájdalmat egyből interpretálod egy dalba, és prezentálod a közönség felé, hiszen ő olyan szempontból egy felgyorsított világban élt, hogy ahogy alkotott, már színpadra került, és már megkapta a visszajelzést a közönségtől, hogy ez mondjuk jó vagy működik. Tehát, hogy itt nem teltek el, elteltek nyilván évek a lemezek meg a dalok között, de hogy ő nagyon aktívan részese volt ennek az állandó körforgásnak, hogy nem az volt, hogy elvonult, és kilépett belőle, és úgy alkotott, hanem élte az életét, ami eleve elég színes volt, és sok eseménye teli, mint a magánéletben, mint a színpadon, és ugye mivel hippi korszakról beszélünk, ezért nagyon erős volt a kommunának a hatása, vagy az, hogy egy közösségben vagy mindig, és hogy jönnek a visszacsatolások, úgyhogy nekem ez az élő zenei
fűszer hiányzik a mostani zenéből talán, amit ő képviselt, hogy az alkotó annyira szerves része az élet, a saját életének és mások életének, hogy amit alkot, azt azonnal meg is osztja, és ez így egy állandó körforgásban folytatódik.